hogyan fejlesztünk oxigéngáz, fejlesztünk oxigéngáz. Gimnáziumban a 9. osztályig még tanulják az elektrokémiát a diákok, tehát gimnazistáknak ajánlott kísérletről van szó. Itt egy vízbontó készüléket látunk, és áramátalakító tápegységet, ugyanis az elektrolizishez, elektrolizálni fogjuk a vizes oldatot, egyen áramforrásra van szükség, elektrolit oldatra, elektródok, elektródok nemes, indiferens, semleges, hát általában grafitodat szoktuk használni, de egy beépített platina elektródok vannak. A vízbontáshoz ajánlatos egy kis semleges olyan sóoldatot alkalmazni, amely, mert ugye a vízről tudjuk, hogy nagyon gyenge elektrolit, disszociált ionokat alig tartalmaz, nagyon kis koncentrációban. Tehát a katód és az anódtérben ionokat alig-alig fedezhetnénk fel. Viszont, hogyha például nátriumszulfát, nátriumnitrát, káliumnitrát, káliumszulfát oldatokkal valamelyikkel megvonondítjuk a vizet, tehát ennek vizes oldatát használjuk, akkor tulajdonképpen vízbontás történik. Mind a katód, mind az anód elektród környezetében, nem a alkáli fémionok és nem a szulfát nitrát ionokkal játszódik le a reakció. Tehát a preszt alkalmazzuk. Itt nátriumszulfát oldatot látunk, szintelen oldat. Ez egy egyszerű sóoldat, semleges sóoldat. Ezt a nátriumszulfát oldatot egy-két csepp, pár csepp univerzál indikátorral jelölöm, megjelölöm. Univerzál indikátor, ugye egy gyönyörű zöld színű, még ha van, ebben is nátriumszulfát oldat van, még teszek hozzá, hogy legyen bőven oldatunk, és feltöltöm a vízbontó készüléket. Na, még egy csepp indikátor, és vízbontó készülék. Betöltöm le, kölcsön segítségével. Tehát szép zöld oldat, a semleges sóoldat, a víz, az univerzál indikátorban. Közlekedőedényről lévén szó, jó sok olyan égot kell töltenem, hogy mind a két szárban, a katód és az anód elektród környezetében is megjelenjen a jelzett, indikátorral jelzett, festett folyadék. Ugye a vízbontása során a víz összetevőjét tekintve oxigén és hidrogén gázra bontható, és itt is vízbontás történik, nem elég a nátriumszulfát van még oldatunk, elég kell, és már látszik anélkül, már megindult az elektrolízis egyébként, már látszik, tehát nem töltöttük fel teljesen, tehát indul ugye a indul a gázfejlődés, a pezsgés borékolás elkezdődik. Tehát mind a két elektród környezetében pezsgés borékolást tapasztalunk. Itt pirossas állalatú az elektród környezetében már a folyadék, míg a másik oldalon kékül a zöld oldatunk. És ahol piros szint látunk, ugye egyelőre még sárga, az lesz nekünk a savaskémhatású és savaskémhatású, vagyis mely gáz fejlődik ott, ugye az oxigéngáz, az az anódon termelődik, választódik ki az oxigéngáz, mégpedig a víz oxidációjának a következtében, ugye, elektront ad le, és oxigéngáz keletkezik, miközben protonok, oxönion keletkezik a vízből, protonok és elektronok keletkeznek ott, míg a katódtérben redukció történik, és a redukció esetében hidrogéngáz keletkezik a víz redukciójában, és az pedig a katódtérben. Tehát hidrogén és oxigéngáz képződése tapasztalható. Tehát ahol sárgás, pirosas, az
pirosra színeződés. Az a savas képhatás és az anód tér, az oxigéngáz felülésnek a helye, és akkor kék színű az oldat, az pedig a lúgos képhatás jelző, és hidrogéngáz felülésnek a helye, az a katód tér. Anód tér, katód tér. És most lehet már látni, ugye indultunk innen 13-ról, most ugye elzártam a csapokat, mint a fektőt. Tehát itt jobban lecsökkent ugye, a közlekedő erényben a vízszintje, ugyanis ez a hidrogéngáz képződési helye, itt pedig az oxigéngáz keletkezésének a helye. És hidrogéngázból mindig kétszer annyi térfogat arányban fejlődik a hidrogéngáz, azon a téren elektródon, mint az oxigéngáz a térben. És ezt az oxigéngázt ugye a természetben a fotoszintézissel a növények termelik. Ugyanúgy oxidációs folyamat a fényszakasza a fotoszintézisnek, fotolízis, vízbontás, ott is oxidáció történik, napfény, tehát ezt hívjuk fényszakasznak, a napfény segítségével, és vízbontódik el, és ugyanígy oxigéngáz képződik, és az oxigéngáz a légkörbe jut. A zöld növények áldásos munkája útján fotoszintézis, fotolízis vízbontásának, vagyis a víz oxidációs folyamatának a során. Még a vízbontó készülékben ember általi tevékenység, elektrolizáló cellaberendezés, nagyon szépen látszik, ugye itt csökken jobban a térfogat, itt kevésbé. Tehát ahol hidrogéngáz fejlődik, kettő egy térfogat arányban keletkezik a hidrogéngáz az oxigéngázhoz képest. Ugye itt nem tudjuk kimutatni a fejlődő gázokat, mert ahhoz följebb kellene ide érni, megnyitni a csapokat. A hidrogéngáz ékető, durranó gázpróval, elegőben ugye pukkanó hangot ad, az oxigéngáz pedig a parázsba gyújtó párc a lángalokban, az égés tápláló gáz. Ha nyitjuk, de még szerintem nem keletkezett annyi gáz, mivel nem fentről indult, hanem lejjebb volt a szint, hogy kimutatható legyen a gáz. Tehát akkor az oxigéngáz esetében parázsgyújtó pálca. Nyitom, és hogy az gyufa, hát most gyújtó pálca kellene parázs, és hogy tovább égésízzük. Tehát táplálja az égést. Olyan gáz keletkezik, amely nem elfújja a gyufát, úgy kapálcát, hanem táplálja az égést. Lángalomban oxigéngáz képződik. Míg a másik, a hidrogéngáz, csak ehhez pukkapálca kellene, inkább. Pukkanó hangot ad, ha elég gáz fejlődik. Viszont itt szépen látszanak a térfogat arányok, és a színek a vízbontó elektrolizáló készüléken, a savas és a lúgos kémhatás. Anód tér, katód tér.
oxigéngáz, hidrogéngáz keletkezésének helye, és a buborékok, azok ugye mindig gázfejlődést utalnak. Tapasztalat? Buborékképződés, és magyarázat az már egyenlettel, hogy milyen gázok és hogyan keletkeztek. Víz oxidációjából, illetve a víz redukciójából. Oxidációjából az oxigéngáz, elektronleadással és redukciójából pedig elektronfelvétele a hidrogéngáz. És mellette még hidroxidionok képződnek a semleges vízből, és a hidroxidionok festik meg az indikátort, lyukos kématást jelezvény képre kerülünk, univerzál indikátor. Itt pedig ugye a protonok, hidrogénionok keletkeznek, melyek a vízzel osztóimenokat képeznek és savas kémhatást mutatnak, és a jelző indikátor, univerzál indikátor fokozatosan pirosra színeződik el a változással. És itt pedig a gázok érzékelhető. Tehát ez hidrogén és oxigén, nem csak oxigéngázfejlesztés, mind a géggázfejlesztésére bemutatására jó módszer. A legtisztább oxigéngáz és hidrogéngáz a víz elektromos bontása útján nyerhető. Csak ugye vigyázni kell, mert nyilván a két gáz térben is elválasztódik, hiszen együtt akár robbanó elemet képezhetnek. Ez ilyes is.